Sziasztok! Itt vagyok egy szándékosan meg nem nevezett helyszínen, ahol is, ha megnézitek, van egy ilyen kialakulóban lévő versenypályaszerűség, nem az, amit mögöttem van, mert ez egy sima földút, amin éppen tesztelünk, és nem is akármit tesztelünk, hanem a nyirádi 24 órás versenyre készülő Audi 80 Quattronkat, szigorúan ugye hátsókerék meghajtással, illetve van ugye itt még más autó is, egy másik ugyanolyan autó, ami ugye a donor autó lenne. Ezeket teszteljük, illetve magát a pálya kialakítást is teszteljük, hogy hogyan sikerült, mert bizony lehetséges, hogy itt későbbiekben még akár versenyek is zajolhatnak, tehát lehet, hogy majd versenyek lesznek. Ez egy vadő pálya, még pillanatnyilag a pálya tesztelés alatt áll, és az autók is tesztelés alatt állnak, és ezért is vagyok én is itt, hogy végre rúghassuk neki egy kicsit annak az Audinak, hogy legalább kicsit jobban hozzá tudjunk szokni ez az autóhoz, még mielőtt elindulnánk ugye a 24 órás versenyen, amiről még mindig nem tudjuk, mikor lesz. Nyilván azt mondják, lesz, mert a szervezők miért mondanák azt, hogy hát nem lesz megtartva. Valamikor azt mondják, lesz, még a mai napig nem tudunk róla, pedig július 7-én. Július 7-én lett volna, ugye elmaradt. És még mindig várjuk az új időpontot. Szerencsére az autó az ugye azóta, amit láthatjátok itt szépen mögöttem, összeállt és működik. De azért a teszt sosért. Eredetileg itt lett volna az én autóm, és hoztam volna a Suzuki-t is, de aztán hogy nem ért ide, szóval a Ping rakétával jöttem. Ott igen. Tehát szóval a másik Suzuki-val jöttem. Suzuki, tehát itt van végül is. Akár mehetnék is vele a pályán, de semmi értelme nem lenne, hanem majd mindjárt behámozom magam az Audiban, a kis GoPro-mat már beleraktam, úgyhogy ti is láthatni fogjátok belülről, hogy milyen. Amúgy pedig fölülről nézve ez a pálya, hát egész hosszúnak tűnik, kanyargós rendesen, vannak azért benne egyenes szakaszok, de hát azért meg lehet küldeni. És ugye hátsó kerekes autóról révén szó, azért kanyarba szépen keresztbe lehet talán tenni, de ez majd kiderül, amit egyszer eljutok oda, hogy belővesek az autóba, vagy esetleg kipróbálja a másik autót, ami még nincs átalakítva, tehát az még az kerekes. Mind a kettőt ki fogom próbálni. Néhány próba kör után egyelőre úgy néz ki, hogy a pálya az fantasztikus, azt imádom, nagyon szépen lehet rajta terelgetni. Egyébként itt kérdezősködtem, nagyban hasonlít a nyirádi pályára, nem vonalvezetésbe, csak így karakterisztikájába. Ugye a nyirádi pálya az, ha jól tudom, olyan körülbelül pontosan 1 km hosszú, aszfalt murva vegyesen, ez ugye mint murva, föld, ahol most itt vagyunk, viszont ez a pálya is közel 900 méter. És engem meglepett, mert amikor azt mondták, hogy 1 km hosszú az a nyirádi pálya, én sokkal hosszabbra számítottam. Ez meg ugye körülbelül akkora, és nem azt mondom rövid ellen, nagyon jó. Tehát szerintem akkor a nyirádi pálya is nagyon jó lesz, nagyon kényelmes lesz. De akkor tényleg kicsit rá az autóra, ugye azért is vagyunk itt, hogy teszteljük, meg azért is, hogy kipróbáljam én is, meg mindenki kipróbálja rendesen beöltözve, övezve, versenykész állapotban próbáljuk ki, hogy hogyan tudjuk kezelni, autózgatunk vele nem ilyen egy-két köröket, hanem kicsit ilyen hosszabb etapokat, hogy szokjuk az autót, szokjuk a bentlétet, szokjuk ugye a hosszabb vezetést, és közben előjött egy kis probléma, hogy néha-néha azért ledadog, ezt hallhattátok. Úgyhogy valami van a gyújtásával, most pillanatnyilag gyújtást állítunk rajta, és hogyha ez is rendben van, akkor ugye folytatjuk tovább a tesztköröket. Mert amúgy meg, ha megnézitek, miénk az egész plac, tehát itt gyakorlatilag egész nap, tehát ez a mai nap az erre van számva, hogy itt konkrétan az autókkal arénázunk. Amúgy igen, lele még ott voltunk, átjöttünk ide, mert arra fúj a szél, és az összes por oda ment a pályáról. De akkor, ahogy hallom, már rakják összefele az autót, úgyhogy inkább, ugye bogár, inkább készülődök. Amúgy megmondom őszintén, először ugye a fehérrel mentem, összkerék meghajtás azért nyilván az teljesen máshogy megy, bár nyilván
az sincs stoppon, de egyébként meg nem is az a dolga, hiszen az egy donor autó alkatrészek ügyében. Én féltem először a csak hátsó kerék meghajtástól, mert mondom, én ezt úgy keresztbe vágom, hogy öröm lesz nézni, de nem, mert tényleg, tehát nem hittem volna, de nagyon szépen lehet kezelni ezt az autót, nagyon szépen lehet fordítani csak gázzal. Úgyhogy még élvezem is egyébként, de hát ezzel jöttem, élvezem ezt a napot. Nagyon úgy néz ki, hogy ezt a videót is itthon kell befejeznem. Tudom, kicsit ismeretlen ez a beállás, van ez így. Jelen időszakban pillanatnyilag most itt kell maradnom. De ne térjünk el jobban a témától. Ugye láthatátok, hogy a további tesztkörökben sem nagyon akart rendesen kipörögni az autó. Itt már gyakorlatilag azt teszteltük, hogy mi az a gázpedál állás, ahol elkezd dadogni. Tehát akár teligáznál, hirtelen gázadásnál, vagy ha lassan adagoljuk a gázt, vagy egy bizonyos fordulatszámnál, és arra jöttünk rá, hogy egy bizonyos, egy ilyen körülbelül 3/4 gázállás után, tök mindegy milyen fordulaton, ez akár még egy helyben is lehet, hogyha odarúgjuk neki, akkor egyszerűen ledadog. És mivel a gyújtás gyakorlatilag az első és a hátsó lökhárító között már mindenhova állítottuk, ezért gyakorlatilag ja, és jobb nem is lett tőle, csak rosszabb esetleg, ezért rá kell jönnünk, hogy nem a gyújtással van a probléma, úgyhogy a többi tesztkört azzal töltöttük, hogy különböző vákumcsöveket, amikben nem kellene, hogy vákum legyen, vagy vákumnak kéne, hogy legyen, azt dugózgattuk le, dugolgattuk ide-oda, tehát próbálgattunk esetleg egy ilyen csőszivárgásra utaló jelet keresni, vagy azt kiküszöbölni. Egy minimálisan egyébként sikerült, tehát valamit azért elkaptunk, de teljes mértékben nem javult meg a probléma. Egyébként ugye erről az autóról tudni illik, hogy egy úgynevezett Kagetronikos befecskendező rendszere van, ami nem karburátoros, viszont nem is a mai értelemben vett modern injektoros cucc, hanem ez a... Én se értem pontosan, Tomi elmagyarázta, hogy hogy van, de nyilván. De ugyanúgy van egy ilyen egy egység, valahol légszűrő házom, ahonnan a négy
kvázi nagy nyomású cső megy a négy injektorra. Valami ilyesmi történet van benne, egy kibaszott bonyolult és egy kibaszott szar rendszer, már bocsánat, de hát ebben az autóban ez van, ezzel kell együtt élni, és nagyon finom mechanikai eszközökről van benne szó. És mint kiderült, a videófelvétel utáni napokon, de még ez a felvétel előtt, úgyhogy nem is baj, hogy itt fejezem be a végét, hogy mi lett a problémája. Tomi elküldte nekem ezt a képet, amin egy átmenő csavart láthattok. Egy olyan csavart, ami a közepén ki van furva, és van benne, kapaszkodjatok meg, egy szűrő. Tehát gyárilag raktok bele egy szűrőbetétet. Ezen keresztül ment be ebbe az egységbe az üzemanyag, és ez a szűrő, ez a hosszú idők utáni állás, gyakorlatilag ugye ez még a tavalyi versenyre készült ez az autó, ott ment is, mint említettem egy korábbi videóba, utána gyakorlatilag egész évben állt, egészen tavaszig szinte, amikor újra előre nem került, hogy újra felkészítve legyen az idei versenyre, addig állt, és hát az üzemanyag az nem nagyon szeret állni, és az üzemanyagból kivált mindenféle gempa, és hasonló nem kívánatos dolgok ebbe a nagyon-nagyon-nagyon finom szűrőbe leragadtak, benn maradtak. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem az üzemanyag tartályból jött, mert az üzemanyag tartályból az üzemanyagpumpa előtt is, és után is van egy üzemanyag szűrő. Ez a csövekből szedett össze valamit, tartálytól egészen ugye a motortérítartó csőrendszerbe, csőrengetekbe, ott szedhetett véleményem szerint össze valamit, és ez rakódott le ebben a csavarban, és ez okozta azt, hogy gyakorlatilag üzemanyag nem volt, tehát nem a gyújtása volt probléma, ahogy ezt a végén már sejtettük, bár mi inkább ilyen vákum dologra gondoltunk, mert amúgy ledaragodott, de nem durrogott, ami azt jelenti, hogy nem maradt ki gyújtás, ez az én logikám. Nem maradt ki gyújtás, ergo nem került fölösleges üzemanyag mondjuk a kipufogó rendszerbe, ami eléggé nyitott ezen az autón, mint versenyautó, és azért az ilyenek ezt audiovizuálisan szokták jelezni maguk mögött, és ugye ez nem történt meg, ezért feltételeztem, én így fejben, csöndben, tehát így ott mindenki más autószerelő volt papíron, ha jól tudom, úgyhogy inkább csöndben maradtam, nem ám, és hát feltételeztem, hogy valami ilyesmi lesz a probléma. Viszont ennek köszönhetően, hogy előjött ez a probléma, egyrészt el lett hárítva, lett oda készítve egy másik csavar, amiben nincsen szűrő, másrészt egy hosszabb csavar lett oda készítve, mert innen tovább megy az üzemanyag egy üzemanyagnyomás mérőhöz, úgyhogy most már olyanunk is van az autóban. De ezt mint Tomi mondta nekem utólag, hogy ezt azért még azért tegyük hozzá ez a videóhoz, hogyha még nem késő, és Tomi, nem volt késő. Úgyhogy most már van egy üzemanyagnyomás mérő óránk is a műszerfalban. Na mindegy is. Arról majd úgy is lesz videó, úgy is értesíteni foglak titeket, hogyha bármilyen újdonság van ez ügyben, nem csak ez ügyben, bármilyen más autóügyben, illetve bármilyen más ügyben itt a csatorna ügyeit illetően. Úgyhogy addig is. Sziasztok!